Rodrigo Ballester, a Matthias Corvinus Kollégium Európai Tanulmányok Műhely vezetője mintegy másfél évtizede dolgozott az Európai Unió háttérintézményeiben. Tavaly csatlakozott az MCC akadémiai stábjához. Az Európai Unióban az alapvető problémák a monopolizációval vannak, e körül forognak a konfliktusok, ami a legnagyobb nézeteltérést kiváltja, és a legnagyobb gond az a diszkrimináció és a non-diszkrimináció, valamint a hozzá kapcsolódó viták. Úgy gondolom, az Európai Uniónak ennek ellenére is van jövője. Az Európai Unión belüli olyan konfliktusokról beszél dr. Mohai Ágoston, a PTE-AJK DK helyettese, amelyek befolyásolhatják a közös stratégiák megvalósítását. Példaként a migráció esetét vett. Migráció és menekültügy kérdése, ahol érzékelhető, hogy különböző megközelítések vannak. Vannak olyan tagállamok, akik inkább ennek a biztonságpolitikai aspektusait emelik ki, vannak olyanok, akik inkább a menedékjog szempontjából közelítik meg, vagy a legális bevándorlás előnyei szempontjából, de az Európai Uniónak nyilván itt is az lehet a válasza, hogy egy közös kompromisszumos megoldást talál. Az MCC egy fontos célkitűzést próbál képzési központjaiban, és így a Pécsiben is hétről hétre megvalósítani a képzéseik során. A diákjaikon túl a helyi közvéleményt is igyekeznek megszólítani. Szeretnénk azt, hogy ne csak olyan ismereteik legyenek a diákoknak az Európai Unióról, amik tankönyvekből, prezentációkból meghallhatóak, megtanulhatóak, hanem egy picit próbáljunk betekinteni a kulisszák mögé. És ezért hívtunk el olyan szakembereket, akik ismerik az Európai Uniónak a működési mechanizmusait, ismerik azt, hogy milyen tárgyalási folyamatok vannak ott, tudnak egy-két kulisszatitkot, és ezt reméljük, hogy meg is osztják majd a résztvevőkkel. Arra törekednek, hogy olyan intellektuális, izgalmas információkat, előadásokat hozzanak a helyi közéletbe, amelyek gyarapíthatják az itt élők szakmai tudását, tette hozzá Pónusz Róbert, az MCC Pécsi képviselet vezetője.